Zámbó Zoltán az InnoMotion Kft. Alapító tulajdonosa és ügyvezetője. Emellett további két vállalkozás, az InnoProduction és a Virafilm Kft. Tulajdonosa és ügyvezetője. Házas, egy gyermek büszke édesapja. Zámbó Zoltán vagyok, az InnoMotion Kft. Alapító tulajdonosa és ügyvezetője is. A céget 2012-ben alapítottuk két jó barátommal, de ezt az utat meg addig, hogy elérjünk, hogy megalapítsuk ezt a céget, azért ez elég hosszú út volt. Jákról, Szombathely mellől származom. Édesapám hentes, édesanyám postás, van két testvérem, két fiú testvérem. Egyikük szintén gépészmérnök végzettségű, ahogy én is, másikuk pedig állattenyésztőmérnök. És nem mindannyian egyetemi végzettséget tudtunk szerezni. Nagyon jó volt, hogy ilyen háttérrel, szülői támogatással ideig el tudtunk jutni, és gyakorlatilag nem szenvedtünk semmilyen támogatásban hiányt. Mindazonáltal igyekeztünk a lehető leghamarabb a saját lábunkra állni. Hát az útkeresés, hogy gépészmérnök hogyan is jutottam el odáig, nem volt egyértelmű. A nagyon rá beállítottságú voltam, fizikával, matekkal mindig is jóban voltam. A Szombathelyen a gépipari informatika és műszaki szakközépiskolába jártam, ott voltak nagyon jó szakmai tanáraim, ott nagyon jó inspirációt kaptam. És igazából onnét egyenes volt az út, hogy akkor műszaki pálya, de hogy pontosan mi az, az így gyakorlatilag az érettségi előtt körvonalazódott, hogy akkor legyen gépészmérnök. Nagyon szerettem volna a műszaki egyetemre jönni, Pestre, viszont nem voltam az a csúcs tanuló sosem. Egy erős jó tanuló voltam, és így sikerült igazából a Győrbe, Széchenyi István Egyetemre gépészmérnöki karára bekerülnöm, és nagyon hamar bekerültem egy hallgatói csapatba, ez pedig a Synergy Team volt. A Synergy Team az kíséri az utamot a mai napig, bár most már inkább fordítva, inkább én kísérjük, vagy mi kísérjük az őkét, de mindennek az alapja ez volt. Ott elkezdtem egy csapatba dolgozni, gépészmérnökként, gyakorlatilag egy versenyútot, egy elektronos versenyútot fejlesztettük. Nagyon megtanított minket arra, hogy kell csapatban gondolkodni, hogy kell csapatban dolgozni. Szabad kezet kaptunk abban, hogy hogyan tervezzük meg, hogyan építsük fel az autót, majd utána azt menedzseljük, versenyeztessük. Tehát egy ilyen nagyon összetett dolog volt. És iszonyatos mennyiségű tapasztalat és tudás ragadt ránk az egész csapatra. És mindazonáltal az egész mellett összekapcsolt egy olyan csapatot, amiből egy nagyon-nagyon jó baráti társaság is lett, ami a mai napig fennáll, és heti, havi, gyakorlatilag napi kapcsolatban vagyunk, mert hál' Isten kollégáink között is üdvözölhetek pár régi csapattagot. Úgyhogy tényleg mindennek az alapja ez volt, és innét indultunk. Rengeteg időt beletettünk, tehát mi rengeteg tészakáztunk laborba, külföldre, Európát végigjártuk, végigversenyeztük. De nagyon rengeteg támogatást kaptunk, mind a szponzoroktól, mind az egyetemektől, a oktatóktól is. Úgyhogy ez az egész onnét indult, és itt érkeztünk meg 2012-ig, akkor már elvégeztem az alapszakot, és beleugrottam a mesterszakba is, és ekkor jött a gondolat, hogy akkor jött egy lehetőség, hogy egy olyan munka, amivel el lehet indítani egy céget. 2012-ben, miután megalapítottuk a céget, igazából az egész ami ott indult, mert kaptunk egy érdekes megkeresést, akkor már tervezői tapasztalatom volt a csapat révén, meg is valósítottuk azt, tehát volt visszacsatolás is, ezáltal volt, lett tapasztalatom is. És jött egy olyan megkeresés, hogy autószimulátort kell fejleszteni és építeni. Egy nagyon jó dolog volt, teljesen testizáló volt, nulláról, nulla megkötéssel, teljesen el lehetett engedni a fantáziát, és akkor belevágtunk ebbe a dologba. Hát kezdő vállalkozásként, vagy vállalkozóként gyakorlatilag az összes létező hibát elkövettük, amit csak lehetett, így főleg így utólag visszagondolva. Ez egy jó másfél éves történet volt, viszont abban a kényelmes helyzetben voltam, hogy nekem mellette csináltam a mesterdiplomámat, illetve mellette az egyetemen főállásban tanszékmérnökként is dolgoztam.
Nagyon jó volt a hallgatókkal is dolgozni, viszont mellette ugye elkezdtem építgetni a saját céget, ugye a másik két üzlettársammal. Ennek a másfél éves történetnek sajnos nem végződött túl jól a története, de szerencsésen túléltük, cég megmaradt, viszont ekkor ezután kiszállt a két üzlettársam, azt mondták, hogy ez nem igazán az ő pályájuk, menjünk egy külön utam, de a barátság megmaradt, és ez volt a lehető legfontosabb. Gyakorlatilag innentől fogva viszont egy útkeresés indult, hogy akkor milyen irányba tervezni tudtam, ott volt a hátam mögött egy cég, aminek volt értékelhető árbevétele, profittal, stb. És nagyon hamar rá kellett jönnöm az, hogy kell egy irány, hogy merre induljunk. És elég sokáig húzódott ez a dolog, 2015-ig, míg befejeztem a mesterdiplomámat, mellette természetesen ugye a Szenergi csapatot támogattam. Itt elég komoly sikereket értünk el a Sálekó Maraton versenyen, ez egy európai üzemanyag takarékossági verseny, ahol az általunk épített versenyautóval értünk el első, illetve Európa, illetve világrekord eredményeket. Úgyhogy ez egy nagyon nagy elismerés volt nekünk és a munkánknak, mind az egész csapatnak, mind nekem is. És gyakorlatilag itt az útkeresés az úgy teljesített ki, hogy elmentem alkalmazottnak egy győri ipari automatizálással foglalkozó céghez. Itt egyszerű tervezőmérnöknek jelentkeztem, gyakorlatilag teljesen nulláról a ranglétrát végigjárva, 2018 nyarán projektvezető mérnökként mondtam fel. Nagyon jó hely volt, nagyon szerettem, ez Győrben a Borsodi Műhely Kft. Volt, és tényleg zseniális dolgokat tudtunk végigvinni, és emellett átkozott túl sokat tanultam, mivel nem csak műszakileg feleltünk a projektekért, hanem mint határidőben, pénzügyileg, és egy csomó mindenre, csomó olyan dologra rálettem, ami itt a későbbi életben nagyon-nagyon hasznos volt. 2018 nyarán felmondtam, és itt jött egy nagyon nagy törés a vállalkozói életbe és a magánéletbe is, mert jó barátom csábított, vagy hát konkrétan megegyeztünk abban, hogy csinálunk egy közös céget és együtt csináljuk. Sajnos itt az egyéni érdekek máshogy alakultak, és ez nem jött létre. Ezzel sajnos egy azt a lehetőséget és egy jó barátot is elvesztettem, de tudjuk jó, ahol egy ajtó bezárul, ott nyílik egy másik. És mint említettem, itt nét a Synergy Teamből rengeteg jó barátom van a mai napig, és egyikükkel olyan szoros kapcsolatban voltam, illetve ő is szinte a Borsodi Műhely Kft-nél dolgozott, hogy elkezdtük építgetni, hogy igazából ott volt a cég, nem számoltam fel 2014 után, hanem meg volt a cég, kisebb tervezési munkákat megcsináltam, fenntartottuk, és gyakorlatilag sem a büszkeségem, sem az egóm nem engedte azt, hogy visszamenjek alkalmazottnak. És 2019 év elejétől akkor azt mondtam, hogy jó, akkor ebbe álljunk bele teljes vászélességgel, és nézzük meg, hogy mi lesz belőle. Adtam magamnak egy fél év, egy évet, hogy ha addigra ki tudom hozni ezt a vállalkozást profitábilisan, akkor ez működni fog. Ekkor András, Ulbrecht András, jó barátom, és most már többszörös üzlettársam is, folyamatosan kapcsolatban voltunk és beszéltünk arról, hogy mit lehetne ebből kihozni, milyen irányba lehetne elmenni, és akkor beszéltünk arról, hogy ő is nagyon szívesen eljönne és beszállna ebbe a dologba. Ez azért volt egy nagyon fontos mérföldkő, mert amit említettem, ez az az ajtó, ami kinyílt. És sokszor mondják, hogy a cégvezetők magányosak, mert nehéz meghozni egy döntést, mert nem látják át a feladatot. Nekem onnantól fogva nem volt ilyen problémám, mert nem kellett egyedül meghoznom egy-egy döntést. Ami nagyon fontos még itt ebbe az életemnek ebbe az időszakában az az, hogy most már feleségemet, akkor még páromat 2015-ben ismertem meg, és gyakorlatilag ő végig kísért ezen a rögös úton, mivel nem biztos, hogy ez ment volna egyedül, úgyhogy ő nagyon nagy támogató erő volt ebbe mindvégig. És gyakorlatilag innentől fogva viszont azt mondhatom, hogy egy sikersztori.
elkezdtük építeni ezt az utat, illetve a saját utunkat járni. Ez nagyon sokáig úgy ment, hogy Batman Show volt konkrétan 2019-ben, és az év második felében Andrásnak volt egy pont egy olyan projektje, amiből nem akartuk kiszállni, mert nagyon komoly tapasztalatszerzés volt az neki, és nem is lett volna értelme, mert nem láttuk még biztosan a jövőt. De nagyon reménykedtünk benne, és mihelyest láttuk azt az első lépést, bejöttek azok az első megrendelések. Ki tudtunk építeni akkor, mert egy olyan bizalmi kapcsolatot egy német orvosipari partnerrel, akit gyakorlatilag a német beszállítóját cserélte le ránk, és mai napig nagyon-nagyon jó partnerünk, és folyamatos gépbeszállítói vagyunk. Gyakorlatilag láttuk azt, hogy ez menni fog. Ezt a csináljuk, és beletesszük azt az energiát, akkor ez működni fog. És ez a mai napig ez igazolja is. Gyakorlatilag 2020-ban már közösen csináltuk ketten. Kibéreltünk Győrben egy lepukkant csarnokot konkrétan. 130 négyzeten, 100 négyzet műhely, 30 négyzet iroda, magunk festettünk, építkeztünk, stb. Ahogy ez kell, gyakorlatilag garázscégként indultunk. Mostanra viszont sikerült elég jól kinőni magunkat. 2021-es évben 4-en lettünk, megnyertünk egy elég komoly projektet, egy élelmiszeripari projektet, és az egy nagyon-nagyon komoly mérföldkő volt nekünk. Viszonyatosan sokat tanultunk belőle. Nem volt pénzügyileg egy sikersztori, viszont amit tanultunk és tapasztaltunk, és azóta felhasználtunk abból a projektből, az viszont hatalmas érték és egy hatalmas siker. És ez amúgy egy nagyon jó referencia is a partnereinknél. Készült erről a berendezésre egy videó, ami nagyon jól bemutatja azt a szintet, amit mi, illetve az egész cég tud hozni. És akkor innentől fogva ezt 2021-et írunk, 4-en voltunk, belevágtunk egy teljesen új üzletágba, a fényforgácsolásba, mert láttuk, hogy mennél több iparágat behúzunk a cégen belőle, ami az egész ipari automatizálásba beleillik, annál tetrekészebb, annál hatékonyabbak, annál jobbak leszünk. És igyekeztünk minden olyan területet behozni. Ugye az ipari automatizálás rengeteg szakterületből tevődik össze, gépészmérnökökből, villamosmérnökökből, PLC programozókból, szerelőtechnikus kollégákból, forgácsolókból, karbantartókból, és természetesen ott van a back office is, akiknek szintén oda kell tenniük azt a munkát, hogy ez az egész összejön egy kerek történetté. És gyakorlatilag a tavalyi 2023-as év elején 4-en voltunk mindössze, akkor becsatlakozott hozzánk a feleségem is, mert láttuk azt, hogy beszerzési feladatok, számlázások már meghaladják mi szintünket, és szépen lassan elkezdtünk folyamatokat, a rendszert építeni. És ez volt egy nagyon komoly kulcsa a fejlődésünknek, mert mindenféle különösebb probléma nélkül tudtunk 4 főről 12 főre, és most arra 15 főre bővülni, gyakorlatilag másfél év alatt, mert sikerült egy olyan rendszert, egy olyan struktúrát felépíteni cégen belül, ami megteremtette ennek az alapjait és a további fejlődéseink alapjait. És emellett, ha már automatizálással foglalkozunk, elkezdtük a saját folyamatainkat automatizálni, pont azért, hogy egyel előrébb tudjunk lépni, mint a versenytársaink, és a non-produktív állományt és a back-office-t csökkenteni. És ez nagyon sok helyen megmutatkozik, főként a munkáinkban, mert jóval hatékonyabbak tudunk lenni a saját munkáinkba, és le tudtuk tenni a névjegyünket kis vállalkozásként az autóiparban, az élelmiszeriparban, a műanyag fröccsöntőiparban, és gyakorlatilag minden egyes jelenlegi partnerünk már visszatérő partner, és erre nagyon büszkék is vagyunk, mert mi általában egy lehetőséget szoktunk kérni, hogy bebizonyítsunk, hogy mit tudunk letenni, és általában a nagy számok azt mutatják, hogy ez mindig elegendő szokott lenni ahhoz, hogy a partner visszatérjen hozzánk, és újra és újra velünk vigyen végig egy projektet. Nálunk egy kulcs
dolog a cég életébe, kulcs filozófiának is mondhatnám azt, hogy őszinte tiszta kommunikáció partnerre. Ez a leglényegesebb, és az összes kollégától megköveteljük, hogy időben, ha probléma van, arról is tudjon a partner, mert ha probléma van, azt meg tudjuk oldani, de ha mismásolunk, az általában rosszul veszi ki magát. Ugye ez az építkezés és cégépítés, így, hogy most már három cég van, amit irányítani és koordinálni kell, azért mentálisan elég le tudja terhelni az embert, és egyre fontosabb lett az, hogy az ember magára tudjon időt szakítani, mind a saját maga képzésére, mind a mentális kikapcsolódás, mentális és fizikai kikapcsolódására. Nagyon jól kapcsolódik ide a vitorlázás, versenyvitorlázás. Teljesen párhuzamba lehet hozni egy céggel. Csapatot kell építeni, versenyezni kell, egy cél van, győzelem. Gyakorlatilag folyamatosan teljesen ki tudja kapcsolni az embert. Ott mint nem lehet másra figyelni, ott folyamatosan azt kell figyelni, hogy mi történik és mi fog történni. Úgyhogy ez egy nagyon jó kikapcsolódás és sport is. Úgyhogy ezt igyekeztem az életembe a lehető legjobban beleépíteni. Ebbe nagyon-nagyon jó partner, feleségem és most már kisfiam is. Úgyhogy az ő támogatásuk nélkül ez biztos, hogy nem működne és nem lenne ilyen kerek ez a történet.